Sziasztok, Gulyás András vagyok, és nagyon elgondolkodtam egy témán, amivel biztosan nem fogok újdonságot mondani, sem point elsütni vele. Saját tapasztalataimból indulok ki, és az emberi megfigyelésekből, amiket látok, nézegetem Csivetkának ezt a kis családom epizódjait, készítettő ilyen maratont egymás után rövidebb, hosszabb részeket leadott a YouTube-on, és az aktuális érzéseimmel és megfigyeléseimmel összhangban azon gondolkodtam el, hogy miért van az, hogy a nők a seggfejekbe szerelmesek. Ez miért így alakul az életben, amikor a férfi kedves, kiszolgálja élete szerelmét, kedveskedik neki, ugyebár mindent megad, a tenyerén hordozza, tehát teljesen lefekszik a nőnek, de eleinte jó, szép, romantikus, ám ahogy telik az idő, kedves hölgyünk megunja egyszerűen a sok kedvességtől kiábrándul az úriemberbe, mert nincs benne izgalom. Tehát egy kiszámítható úr, aki biztosan hoz egy csokor rózsát, meglepi egy doboz bombonnal, segít neki az öltözködésbe, a levetkőztetés mellett, és minden megnyilvánulásával igyekszik kifejezni azt, hogy a kedvesét szereti. Ám a hölgy hogyan érez? Eleinte ez ugye tetszik, régi tapasztalat és gyakorlat, hogy a hölgyek menet közben lesznek szerelmesek. Tehát van az úriember, aki első látásra képes szerelembe esni, ugye meglátja a nőt, milyen szép, kecses, szépek az idomai, dús, szuper látvány, és kész, ott van, működik a hormon. A nőnek meg ugye lejön az, hogy itt egy férfi ember, aki teper nyomul utána, hát igyekszik élvezni, vagy elutasítani. Ugye éppen ez az illető most jóképű számára, vagy sem. És Csivetka epizódjait nézve egyből lejött nekem, hogy a kedves Ivetnek, ugye a Marci megnyilvánulásait néztem a srácnak, hát tapló módon szokott megnyilvánulni, amikor videózza őt az Ivet, és úgymond hát seggfejt, hát szerelmes belé az Ivet, ám ide teszem a kérdőjelet, ám érzi azt a Marci, hogy kell tartani egy bizonyos távolságot, bunkónak kell mutatkoznia, nem túl kedveskedőnek, és akkor Ivetnek ez a lila köd a szemei előtt vastagszik. Tehát minél jobban negatívan nyilvánul megfelé a Marci, annál szerelmesebb lesz belé. Ám van egy másik úriember, őt Danyinak hívják, és ő meg azt az oldalt képviseli, azt a férfit, aki elérhetetlen a számára, ő belé meg ezért szerelmes, ugye ő a srácnak van már barátnője, mivel elérhetetlen, tiltott gyümölcs, ezért az Ivetnek a másik szíve csücske, ez a Danyi. Ugye Marci a seggfej, bunkó, tapló, aki tartja a távolságot, ám ugye ő egy kapcsolatot, egy párt alkotnak, a Danyi meg a titkos szerelem, a tiltott gyümölcs, ő meg az vágyai tárgya, vagy vágyai embere. Tehát két férfit is szeret, egyiket így, a másikat meg úgy.
Hogyan lehetünk szerelmünk tárgya szinte mindörökre? Amit mondtam az eleinte, ott van a nagy hiba egy férfi részéről, amikor túl kedves, nincs az a távolságtartás, nem adja a seggfejet szeretett hölgyének, egy picit bunkó módon kell viselkedni. Ez ugye egy első hallásra elítélendő, de működik. Nőknél ez működik. Minél taplóbb, seggfejebb az ember, a nő annál inkább fogja szeretni. De a nők is különbözőek, ki hogyan. Ki nyíltan, ki meg így titkolva, mert ugye mondjuk van már egy kapcsolat, és nem akarja, hogy kiderüljön, hogy van neki egy titkos szerelme is. Hát ezt a szerelmet, füstöt eltitkolni nem lehet, mondja, tartja a régi mondás. Az érzelmek ugye munkálkodnak. Mi lehet az alapja az egész ilyen szerelemnek? Hát az úriember a hölgyhöz biztos valamikor vonzódott. Bevonzódott, tehát ráment a légypapírra és ráragadt, de nagyon. Nagyon összeragadott a légy és a papír, így együtt. Történtek dolgok, és ugye a női emlékezet, amit már mondtam, a memória az nem felejt, az nem halványul, főleg ha érzelmekről van szó. Például mondjuk heves szenvedély, csókolózás, bármilyen intim együttlét, ami a hölgynek jól esett, és ugye ezt elraktározta a szívében és az agyában. Az úri embernek szeretné elraktározni az ágyában. A férfi ebben megszökött valahol, valahogy ebből a hálóból, kiszökött a pók hálójából, nem ragadt bele. Holott ugyebár ez volt a cél. És ez fáj, hogy szerettünk, vagy még szerettünk valakit, és elveszítjük. Ez fogja magát, és lelép. Vagy nem úgy érzett, vagy nem tartott ki az érzelmei, mint amennyi ideig ki kellett volna, hogy tartsa. Érdekes, nem? És ugye a nőkben mennyire marad meg az, hogy a szerelem, vagy a büszkeség, vagy az a veszteség, hogy azt az úriembert elveszítette, és amikor nap mint nap látja, vagy gondol rá, nehéz elfelejteni, és amikor nem lehet felejteni, nem lehet felejteni azt, ami örömet okozott, ami betöltötte a vágyainkat, és nem teljesedett be. Ez a legszomorúbb, ugye, a beteljesületlen szerelem szerintem mindenkinek a fantáziáját mozgatja. Vannak, akik már átéltek ilyet, akik elképzelték, hogy milyen lehet, hát gyötrelem. Nőnek biztosan, meg a férfinek is. Ha nem tudod elfelejteni, és ott vannak azok az érzések, akkor borzasztó nehéz ezzel együtt élni. Jönnek a tanácsok, akkor hogy lehetne ezzel a hölgyel viselkedni, vagy a férfi emberrel? A férfi is azt gondolja, hogy a nőnek kellene közeledni, és kedvesebbnek lennie, de a nő is gondolhatja azt, hogy az úri embernek kellene elgondolkodnia, hogy tudna hozzá lépni. Hogy az egész megoldódjon, hogy beteljesedjen. Most valamikor félbe szakadt, ugye a felmelegített paprikás krumpli az már nem olyan jó, mint a friss. Az ember ezzel tisztában van, ám a sebek ott vannak a szíven. Hogy nem tudott az egész beteljesülni, valami félbe szakadt, és ez elgondolkodtató, hogy kialakul egy férfi-nő párharc. A férfi majd fogja szurkálni a nőt, ám a nő is igyekszik mindig keresztbe tenni a férfinak, hogy éreztesse vele, hát igen, bántottál, most akkor én is bántani foglak érzelmileg, vagy, tehát egymást fogják morni, ilyen hideg háború lesz férfi és nő között, főleg egy légtérben vannak, és minden nap látják egymást, vagy legalábbis nagyon sokszor, gyakran.
fizikailag és fejben, szívben egyaránt, akkor mi lesz a vége? Vagy az, hogy elkezdenek végre valaki megtörje a jeget és kommunikálni, megbeszélni ezt az egészet, amire nagyon nehéz lesz a megoldás, mert igazából előről kellene kezdeni, hogy folytatni, amit valamikor elkezdtek évekkel ezelőtt, és ami a nőnek az életében van, a rendszer azt felborítani és kijavítani, vagy megbeszélve azt, hogy akkor én A pontban vagyok, élem az életemet, te a B pontban vagy, éled az életedet, ne marjuk egymást, és akkor legyen béke. Hát lehet. Mi a garancia, hogy nem fogják egymást bántani? Ha most ezen élvezkednek, mondjuk a férfi meg a nő, hogy él bennük az, amikor együtt voltak, gyönyörű, szép dolgokat éltek át, perceket, órákat, napokat. Jelenben meg ez már nincs, vannak az emlékek, amikre jó gondolni, és amikor egymásra néznek, akkor akkor szét tudnálak tépni, meg utállak, gyűlöllek, szétcincálnálak, meg ugye megy ez a metakommunikációs harc, meg az a, utána jönnek a gonoszkodások, a kis csipkelődések, odamarások, és ez kinek jó? Most ez is egy olyan párkapcsolat, ami nem is az ilyen, ami a marakodás tartja össze őket. Ez elgondolkodtatok, ez, most ebben mi a jó, hogy a kívülálló ezt nem érti, vagy csak látják az emberek, nem értik, nem érteni nem lehet. Érezni, együtt érezni a két féllel, egy férfivel, vagy a nővel lehet, mert akkor itt valóban mély érzelmekről van szó, nem valami egy éjszakás kaland történt, hanem valami, ami összeköti ezt a férfit és a nőt, és az annyira komoly, hogy nem akar múlni, átcsapott a másik felére a lónak, és ez így gördül tovább. Valami oka van, lehet, hogy nagyon összeillenek, vagy nem illenek össze. Esetleg... akkor jó, de nem, nincs is kérdés. Lehet, hogy tényleg összeillenek, csak úgy alakult az élet, hogy nem. Valaki visszalépett, nemet mondott, a másik még akarta volna, de olyan az élete, amilyen elcseszte, elkurta, sorolhatnánk, lényegében véve mind a ketten elszúrták, mert nem tartottak ki egymás mellett, nem harcolták végig a közös harcokat, nincsen közös életük, nem fekszenek le egy ágyban, nincs amit megosszanak. Most a gyűlölet meg az utálkozás az, ami a közös számukra. Ezt osztják, ezt élik meg, ez a mindenük, ez a kettőjüké, a saját világuk, amiből mindenkit kizártak, csak ők vívják a harcukat a gyűlöletnek a terepszőnyegén, és ez csak az övéké, és így élik meg azt, ahogy normális kapcsolatban csók, ölelés, simogatás, szeretkezés, az ott így zajlik. Ez a másik oldal, a sötét oldal. A szerelem átcsapott a sötét oldalba, ugye Star Wars-osan fejezzem ki magam, és ez is megy, működik. Itt olyan lézerkardokkal vívják a harcot férfi és nő, hogy egyszer majd megjelenik Darth Vader, és valamelyiknek azt mondja, én vagyok az apád. Hát lehet, hogy az egész az apa komplexusod nyugszik. Valami fortyog, tehát ez a kitörni készülő vulkán, amikor füst, de még a lángok még ott vannak a mélyben, tehát az embernek ezt át kell élnie, és valami, nem tudom, hogy ki, melyik őtöknek az életében volt már ilyen, hogy a nagy szerelem átcsapott utána gyűlöletbe, és nem tudtátok eldönteni, hogy mi a megoldás, mi ennek a konfliktusnak a feloldása, hogy lehet ezt a csomót kibogozni, hogy aztán mindenki tisztán jöjjön ki belőle. Mert ez nagyon bonyolult, és tapasztalom,
Ivett példáján is elmondtam, hogy vannak az elérhetetlen vágyunk és az elért, ám tapló módon viselkedő seggfej, és még inkább jobban vonzódunk hozzá, szituáció, kinek milyen van ott az életében. A harmonikus, a legtisztább, egyformán szeretik egymást, egyenrangú partnerek, együtt dolgoznak, az a legtermészetesebb, azzal nincsen probléma. De ám a szélsőséges esetek, amikor férfi és nő nem tudnak úgy kiegyezni, hogy az a szerelem beteljesüljön, és sosem fog, mert ugye kettőn múlik a vásár, és itt a mondat vége, ennyit akartam mondani, ez a téma, ássuk el a csatabárdot, és akkor nincs férfi és nő közötti probléma. Az érzelmek pedig önmaguktól megoldódnak, ha beteljesedik a szerelem. Sziasztok!